Üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel az én nevem Movember, és ez itt a Granny Eternal Reign, egy újabb Granny fan-made game, egyre több fan-made game jön ki a Granny játékból is, ami azt jelenti, hogy nem az eredeti Granny, hanem valaki más megpróbálta átalakítani a játékot, vagy teljesen újra is csinálni. Ilyen volt például a 4-5 Granny, amik eredetileg nem jöttek ki, de valaki mégis megcsinálta, és azt kell mondanom, hogy 1-2-re még azt is lehet mondani, hogy majdnem ugyanolyan, mint az eredeti Granny, hanem jobb. De most nézzük meg a Granny Eternal Reign 1.2.1-et, nem tudom ennek mi értelme van, amiben ismét csak Granny ellen kell egy teljesen új lakásban, egy új házban, új terület megmenekülnünk. Nem tudom, mi történt a családjával, ott hagyta az öreg embert, vagy nem tudom. Úgyhogy nézzük meg, hogy a Granny egyedül hogyan boldogul a mai életben, de előtte nézzük meg ezt. Szeretnél legújabb játékokat és előfizetéseket venni sokkal olcsóbban? Akkor látogass el a Zeneba webshop oldalára, ahol már legújabb játékok és előfizetések érhetőek el számodra. A zeneba.com egy játékokat és előfizetéseket kínáló online piactér több mint 20 000 digitális termékkel. Látogasd meg a legolcsóbb játékok listát, hogy megtaláld a legnagyobb leértékeléseket és zsebelj be a legjobb lehetőségeket. Zeneba.com 100% játék, 100% biztonság. Szóval akkor rámegyek, hogy play, és hát van egy olyan beállításunk, hogy easy. Csak. És mi van a normál, a hardal, a extrémmel? Hát akkor alapból normál meg easy fokozat van, csak tudjuk a grafikát állítani. Egyébként ez a verziót, ezt megcsinálhatod PC-re és Androidra, és egy telefonra, Androidra, iOS-re egyaránt, szóval ki tudjátok ti is próbálni, hogyha arról van szó. És a youtuber német beír, hát én beírom. Nem hiszem, hogy beleraktak a játékba, de azért lehet, hogy én rá is nyomok, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt, kérlek. Azon kívül, hogy retek hangos a Gamesco. My God! De miért ilyen hang? Ez az én hangom volt? Na várj, muszáj lentem vennem a játékot. Oké, elsőre nem hallatszott ennyire félelmetesen hangosnak a játék, de ez a zene, ez önmagában már nagyon jó, és tényleg teljesen új helyen keltem. Szóval fogalmasíts, hogy hol vagyok most, itt van egy ágy. Rendben, hát igazából ennyi. Itt vannak ilyen polcok, tele könyvekkel, tehát Geni az összes könyvét elhoz, ez teljesen új lakás. Hogyan jutok innen ki? Hol a kulcs vajon? Mi ez a, van nálam valami... Egyszer X, nem tudom, valami, lehet valami plusz fegyver, azt majd kipróbálom a Granny ellen, nem tudom mi az ott mit tart, egy hagymát tart a kezében, vagy nem tudom az mi akar lenni, de tökre olyan. Jaj, nem is kell kulcs? Nincs is kulcsra szükségem, csak így kijövök és kész. Úristen! Mi az a nagy ketrec ott? Minek ennek ilyen nagy ketrec? Ki lehet egyáltalán, mi ez a zene? Tin-tin-tin? A muzikot ki se lehetett kapcsolni. Hát most így elsőre hirtelen nekem fogalmas, hogy hova menjek. Az igen! Hát ide biztos, nem tudom, jön! Úristen, ez a zene! Úristen, ez a zene! Dödödön! Hogy játszik már a izével, zongorával? Död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 
Hát Granny, miért költöztél ide? Ide fel tudok rá menni. Úristen, ez a zenei! Úristen, de hangos! Még lentebb vettem a játékból, mert komolyan mondom, hogy iszonyatosan hangos a zene, legalábbis én nagyon hangosnak hallom. Hát ennél halkabbra már nem szeretném venni a játékot, mert akkor már igazából nem fogtok hallani belőle semmit, de a zene az valahogy úgy nagyon nincs úgy összehangolva, hogy a játékot. Grannyvel még nem is találkoztam egyébként, visszajöttem egyébként ide a szobába, megpróbálni így beállítani a hangot. Hát igazából ez majdnem minden Granny játék amúgy szenved ebben a problémában, hogy iszonyatosan hangos. Most egyelőre nem tudom, hogy mit kell csinálnom, hogy mit gyűjtsek. Mindenhol ugyanolyan növények vannak, és rengeteg könyves polc, amit nem tudok hova tenni, meg ezek a nagy ketreceket sem tudom hova tenni. Granny, miért osztál ennyi ketrec, és miért van itt még egy ágy? Ilyen szépen megvan vetve. Azért látszik, hogy a nagyomama stílus azért megvan a Grannyben, szépen megvetette az ágyat, meg minden. Ezeket a nagy ketreceket nem tudom. Hová ott van valami, figyelj, Mit vettem fel? Space drop, az addig jó, de mit vettem fel? Valamilyen kulcsot. Oké. Én abban jó vagyok, ott valamit be lehet törni. Hát nem hiszem, hogy ezt nyitom ezzel. Vagy esetleg itt van egy zárt ajtó, esetleg ezt? Nem. Na hát, egyelőre fogalmam sincs, hogy hova kellene. What? Mi ez a zene? What? Mi ez, kommandó? Oh, Jesus! Oh, Granny! Granny, mi van veled? Sánta vagy? Úristen! Granny! Mi van veled, bro? Hallod, mi történt a régi házadon? Hol van a papa, hol van a többiek? Összevesztetek? Vagy elköltöztél? Vagy mi? De mi ez a... Hallod, 6 év mire elkapsz? És még nem is az easy fokozaton van, hanem a játékban csak easy van, meg normál, de mi van veled, Granny? Oh, jajjád! Yeah! Yeah! Hallod, egy csomó ideig tudnánk amúgy itt izé, táncpárbajozni. Most egyelőre meg nem mondanám, hogy hova kell mennem. Hát itt van egy lejárat, ide lemegyek. Hát ez nem nagyon lesz probléma így a Grannyvel.
Úristen, ez a kiárat? Ez a kiárat? Úristen, a Bushmanza nem megszólalt. Úristen, mekkora nagy chest. Mekkora nagy chest, és ennyi volt? Jön le. Ajaj, észre fog venni. Mindjárt megintból. Úristen, mekkora nagy cucc van itt. Úristen, ez sötét van itt. Bemegyek a sötétbe. Hát elég nagy lakása van, ami azt illeti, de nem nagyon tudtam hova tenni. Miért úgy jött felém, mint akinek mondjuk így kipicsaklott a bokája? Lehet rosszul lépett, még elég öreg már, úgyhogy megértem ezt igazából. De akkor is, hallod, már most eltévedtem. Hát mekkora lak... Ott egy porszívó! A Granny-nek van porszívója, én ezt nem hiszem el. Szokott takarítani a Granny? Egyébként nagyon szépen ki van tapétázva, megmondom, ott azt is be lehet törni, gondolom valamivel. Nagyon szépen ki van tapétázva ez a lakásrész. Úristen, na ez, hát lehet, tényleg látszik, hogy most költözött be, még csak a kál van itt, meg a WC, de legalább itt tiszta és nincsen úgy telibe rakva, mint általában a Granny játékokban, úgyhogy ez egy porszívó. Lehet, hogy megunta azt az életvitelt, amit a papával, a büdös szoknyát, meg a büdös szagot így úgy volt vele, hogy neki abból elég. Mint hogyha meg lehetne húzni ezt a kart, de mégsem. Tehát itt szorongatok a kezembe egy kulcsot, már nem tudom mióta, és fogalmas sincs, hogy mit kell vele csinálni. Szóval valószínűleg azt tudom elképzelni, hogy Granny azért költözött el a papától, mert olyan büdös volt a lába, hogy már nem bírta tovább. De figyelj már, ó! Oh, nem mondod? Megtaláltam, hogy hova lakol a kulcs, ez nagyszerű. Ez nagyszerű, és mi van mögötte? A jó öreg Cutting Price, és ezt miért így fogom? Elég érdekes fogásom van. Várjál, nehogy itt találkozzak mindjárt, akiben... Oh, oh, jön megint! Ez a zene, imádom ezt a zenét, hallod? Nagyon jó, tududun! Kint amúgy tényleg esik az eső, mert a játéknak a neve az, hogy Eternal Rain! Na jól van! Merre menjek? Hát még egy csomó felé lehet menni. Hát most nálam van ez a drótvágó igazából, vagy Cutting Pliers. De az a... Oh my god, most jön a nagyon hangos rész. Hát ott nagyon sötét van, ezt nem lehet kivágni. Kicsit olyan érdekesen megyek egyébként. Várjál, itt van a kijáratnál vagyok. Akkor igazából nem is olyan nagy ez a... What? Hol van? Oh my god! Granny! Wait a minute! Nagyon durván kibicsoklottatott a lába, hallod? Mert egyszerűen... Nézd meg! Yeah! Hallod, milyen király zenével van itt a sötétbe elmegyek, hallod, hogy soha nem fog utolérni. És igazából ez a normál vagy haltfokozat, nem tudom. Mert csak easy-re lehetett állítani a játékot. Hát ugye milyen lehet ízin? Egyáltalán nem mozog, vagy mi? Hát így is olyan lassan mozog. Úristen, itt még nem is voltam. Úristen, mekkora terület. Mik ezek a... Mindenhol van egy létra, és ott meg valamilyen... Ez egy hordozható tévé! Chat! Most őszintén, valaki látott már életében hordozható tévé? De olyat, amiket meg lehet fogni, mint valami aktatáskát? Hát ez valami elképesztő. Nekem kell ilyen. Mindenhova vinném magammal. Ilyen régi módi tévé. Ja, itt a konyha, akartam kérdezni, hogy konyhája nincsen a Granny-nek? Elég érdekes lett volna. De az az igazság, hogy nem sok itemet találok ebben a nagy új lakásban. Mert igazából ez tök jó, meg minden, hogy így elköltöztünk. Ezt azért meg lehet fogni, mert annyira fontos, hogy megfogja. Úgyse jut ide, hallott, hát olyan lassú, mint az állat. Azt meg, hogyha most nem tudom... Oké, fel tudom venni, jó vagy, mert megijedtem. Szóval, igazából nem sok itemet lehet találni. Nagyon nagy a terület, nagyon kevés dolog van benne. Tényleg biztos, hogy most költözött volna ide, de ettől függetlenül mi az, amit a Cutting Pliers-szel el kellene? Várjak, de várjak óvatosan, mert lehet, hogy ezt most meghallott és már jön. Dehogy jön, azt se tudja mi van. Fogalma sincs, hogy mi van. De várjál, ezt az egyikszet, ezt ki kéne rajta próbálni, hogy mi történik akkor. És most megint körbe megyek. Jó, én visszamegyek a második, hát igazából földszintre. És ott nézek körül, mert szerintem ez a Cutting Pliers ez oda kell. Megint észrevett, hol vagy Granny, várjál, most a titkos fegyveremet bevetem. Gyere csak! Hogy láttál át a falon? Oh, 20 másodpercre felrobbant a mini Granny-től. Na ennyi! A mini Granny. Hát ez nem ide kell ezek szerint. Hallod, de ezt... Várjál, az ott mi? Aha, ott látom. Granny, jól vagy? Hát mint hogyha egy kicsit leesett volna a vércukrod, most már nem csak a lábad van kibicsaklodva. Ez mi a franc? Ez össze-vissza lehet törni ezeket a dolgokat? Na ez most hova kelt? Hé, Granny, itt fel van a szőnyeg így. Nem értem egyszerűen. Itt is van egy porszívó, vagy nem tudom mi ez. Na mindegy. Olyan észrevett meg, jön a Commando Granny. Tudsz, ezeknek a pálya része ennyi volt? Most átláttam, hogy a falon, vagy mi történik egész pontosan? Na jó van, van valami elképzelésetek, hogy ezzel mit kecsem ezzel a Cutting Pliers-szel, mert igazából csak ezt találtam meg eddig. Gondoltam, visszajövök ide. Hát nem tudom. De várjál, most ezt az ajtót ki se lehet nyitni. Ez az ajtó, ez nyithatatlan. Na de várj, most akkor itt ezekkel az ablakokkal kellene valamit csináljak? Vagy én nem tudom.
Hát de kötve hiszem, hogy ezzel. Mint hogyha valami kanóc, vagy nem, ajaj, hol van? Tönkre teszem a porszívódat, hogyha nem bízd magad a Granny. Mondom. Hey! Fajasz, bre! Hol vagy? Nem is látlak. Ott jössz. Ez most komolyan? Hat év, mire feljön. Az a futás, imádom. Nézd, ez így ennyi volt. Úristen, de hülyét csinálok belőle, hölgyeim és uraim. Hát ez hihetetlen. Figyelj, ezt ide ledobom. Nem tudom, kezdjél vele valamit, Granny, mert nekem fogalmam sincs, hogy mit kell vele csinálni. Vagy lehet, hogy mégiscsak tényleg... Ott fent volt egy drótos ajtó. Hát, ha azt... Oh, God! Hé, hey, most gyorsan voltál, mint gondoltam. Most gyorsan voltál, mint gondoltam, de ez nagyon egyszerű lesz így, Granny. Így nem sok értelme van egyébként, hogy elköltöztél. Lehet, hogy mégiscsak volt értelme azzal az öreg papával olyan sok ideig együtt lakni, nem gondolod? Nem gondolod, hogy volt értelme? Nem gondolod, igaz? Jó, ezt add ide. Még nem tudom felvenni. Na, ez az, király. Oké, ezt akkor is megyek, jó? Új, semmi történt, megfogott! Mi? Ilyen létezik? Leütöttem! Meg is érdemled! Ez az, hasba ütöttem, hogy végre meg tudtam ütni, úristen! Jó, hát mondjuk a máskor meg széjjelődtem mondjuk Sotival, meg ilyenek, szóval igazából nem probléma, de akkor is hasba ütöttem, kapta. Ott van az az ajtó, remélem, hogy ki tudom ezt vágni. És akkor megnézzük, meddig tart még ez a zene, hallod, ez nagyon jó. Na, ezzel esetleg? Nem mondod? Hát ennek akkor mi értelme van? Please! Jézus! Hát nem tudom egyszerű, hogy hova kellenek ezek a cuccok. Annyira nem látszik semmi, hogy ma már megint. Grenó, ne akart, hogy megint hasba üsselek. Hát akkor mikor halok megint tulajdonképpen? Ide be tudom bújni. Nem tudom bebújni. Most jön? Nem tudom elképzelni, hogy most mi történik. Bro, egyébként, hogyha már így járt, akkor megmutathatnád, hogy mit kell csinálni, mert nekem fogalmam sincsen. Ez az, Grenó, gyere. Gyere, megbeszéljük be. Ó, yeah. Úristen, az a menés. Hát nem hiszem el. Hát ez kész. Fogalmas sincs, hogy hova kell az item, a Granny az nagyon lassú, és mindenhol van ilyen rácsos cucc, és ezzel nem tudom mit lehet csinálni, hát azt hittem logikusan, hogy azt az ajtót lehet úgy kiszedni, és akkor tovább tudok menni, de lehet, hogy arra a sötétben nem is lehet, akkor lehet, hogy itt kellene mégiscsak valamit csinálnom ezzel. Mert megmondom nekem, megmondom őszintén, hogy nekem most már fogalmas sincs, de még egy másik, vagy ezt se lehet itt elvágni. Pedig ez olyan, mint hogyha, hogy felmenne, nem, itt valami kar hiányozna. Jó, azt ide ledobom, nem érdekel, hogy itt lesz majd. Megpróbálok valami más alternatív megoldást találni, de már nem sok minden van itt. De tényleg olyan üres ez a lakás, itt ezt kinyitottam, tök jó voltam, tök király voltam. Hol lehet még valamilyen item? Annyira üres ez az egész. Lehet, hogy én nem vettem valamit, kár, hogy a porszívót nem lehet használni, és így leporszívóznám a Granny fejét. Vagy nem tudom. De annyira adom ezt a porszívót, úristen de jó. Most ezeket hogy töröm ki? Mint hogy kellene valami kalapács, vagy valami, mert rengeteg ilyen ablak van. De itt van ez a hatalmas nagy... Itt konkrétan semmi nincs. Itt konkrétan semmi nincs. WC-be? Abba sincs. Van még egy ilyen stánom egyébként, ez visszatöltődött? Megint fehér. Itt a Granny nem is jön egyébként, meg be van programozva, hogy ide is jöjjön. Nem tudom, ne erre elmegyek. Vált, ha itt volt valami, csak nem vettem észre, ez egy nagy terület. Hát semmilyen itemet nem látok, ugrani nem lehet a játékban egyébként, itt van ez a hordozható tévé. Olyan sötét itt a szó, hogy nem látok semmit, bekapcsolom a tévét. Nem lehet bekapcsolni a tévét. Hát be sincs dugva. Ez az, megint jön! Megint jön! Úristen! Megint jön a piano! Sehol nincs egy item, hát ezt nem hiszem el, végig lehet ezt a játékot egyáltalán vinni? Hát ezt nem hiszem el! Esküd nem látok semmit, de ugyanaz a... ugyanaz a modell. Ugye a Granny 2-ből is ezt nyisd ki, vagy nem tudom. Bro, nincs itt semmi. Semmi az éget, amivel eltöltem az egyetlen vázáját is, ami van. És ennyi. Oh yeah. Hát én nem tudom, mihez kezdjek, srácok. Tényleg nem tudom. Fogalmam sincs. Itt a sötétben. Van erre egy út esetleg? Nem, erre nincs semmi. Én nem tudom, és olyan lassan haladok egyébként. Nem tudom, egyetlen a PC-s verzió az elkészült. Mert aztán azt látom, hogy Androidon azért lehet végig lehet játszani, de hogy PC-n. Jaj, bro, nem unod? Itt van ez, várjál, most itt van ez. Ezt nem lehet ezt kinyitni valahogy, pedig nincs egy bezárva, csak hogy ki kéne szedni és kész. Lehet, hogy ezeket a növényeket kell, de úristen, nagyon be van szárva. De figyelj már, szerintem most csak a kijárathoz kell majd. Akkor felülről kéne ezt valahogy kinyitni, de hogyan pontosan? Mert én hol vagy? Jaj, ne. Hallod, 6 év mire ideér, nem tud velem mit kezdeni, semmit nem tud velem kezdeni a Granny. Semmit nem tud velem kezdeni a Granny, jó, visszamegyek az itemért, nem érdekel.
ezt se lehet itt kivágni, hogy arra esetleg elmegyek, de arra nincs is nagyon pálya, hogy látom. Más itemet meg én esküszöm, vagy nem látok sehol. Körbejártam az egész területet. Most visszamegyek a Cutting Pliers-nél, mert próbálom a bejárati ajtón lévő ketrecet, vagy ketrecet, vagy nem tudom mit, hová dobtam? Itt van egy ilyen kapcsoló, ami semmi nem történik. Semmi. Nyomhatok én bármit, semmi nem történik. Semmi. 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 Miért nem történik semmi? Semmi. Semmi. Kész. Ez ennyi. Ez ennyi, hölgyem és uraim. Jó, hova raktam azt az egyetlen itemet, ami volt nálam? Valahol ide dobtam le. Azt hiszem ide? Nem ide dobtam. Hol? Akkor ott volt a izénél? Kapcsoló? Lehet, hogy... Ja, itt van. Csak beleolvad a környezetbe. Ennél ezek nagyban kiírja, hogy de még olyan dolgokat se találok, aminél kiírna valamit a játék, hogy itt valamit csinálni kell. Semmi polc, semmi. Jó, visszamegyek, kész. A Granny de úgyse jön. Na azért még egyszer átnézem ezt a területet. Most ezeket itt nem tudom, hogy hogyan lehetne itt kitörni, de itt semmi lehetőséget nem ad. Rengeteg létra van, tök jó. Levágom. Levágom a növényt. Nem lehet levágni a növényt se. Semmi. Semmi, hölgyeim és uraim. Semmi. Én ezt nem hiszem el. Én nekem ez sok. Nem lehet kiítni ez se. Jaj, Granny, miért költöztél? De jó volt neked ott a papával. Meg a Slendrinával. Minden jó volt, mindenki boldog volt. Én is happy voltam, amikor szétültelek titeket Sotival. És megint jön a piánó. A zongora. Olololololo. Hát én feladom. Na jó, én visszaviszem teljesen az elejére. Mert is hát nem az elejére, hanem megnézem, hogy a bejáratánál lehet valamit kezdeni ezzel a kiteme. Ide amúgy nem jön a Granny, nem is találkoztam a Grannyvel eddig. Hát eddig nem nagyon szuperál jól ez a játék, azt kell, hogy mondjam, de semmi baj. Figyelj, ez is egy jó kis Granny játék. Most azt úgy, de viszont azt nagyon adom, hogy hasba lehet verni a Grannyt végre. Ez ott minden álmom, hogy az öregasszony hasba verjem. Ez se nyílik, semmi. Na most lepróbálom itt ezt. Ezeknek úgy mi értelme, azt nem tudom, de... Nem, erre sem reagál. Semmire nem reagál ez a játék. Granny, figyelj, mert most a tényleg tőled szeretnék segítséget kérni. Hogy ez hova kell? Még egyszer? Ja nem, nincsen már izé. Stunom. Jó, figyelj, felmegyek, akkor még ott körbenézek, jó? De nyugodj meg, jó? Tényleg nem tudom, mit kell csinálni. Életemben először érzem azt, hogy teljesen elakadtam egy... Já, de olyan, mintha nem is lehetne mit csinálni. Ez a szőnyeg miért van így? Mert mindenféle cucc van itt, csak olyan nem, ami nekem kellene. Meg mindenhol sötét van. És itt vannak ezek a nagyon érdekes ilyen, nem tudom, ezeket ki se lehet, feldobtam oda. Feldobtam oda a cutting pliers-t. Én ezt nem hiszem el, és most már azt sem tudom leszedni. Szerintem ez full bebugolt ez a game. Szerintem ez full be van bugolva. Szerintem ez itt na most meg már főleg nem fogom tudni. Volt egy itemem, én nem tudom mi történt. Én tényleg nem tudom mi történt itt. De hogy semmi nincs! Láthatjátok? Az egész videó arról szól, hogy körbe-körbe mászkálok a lakásba, és semmit nem találok. Csak hatalmas nagy ketrecek vannak, ami a ketrecen belül semmi nincs, de egyébként simán át tudnám magam nyomni ezen a ketrecen, szerintem annyira azért nem vagyok dagadt, hogy ez még menne. Jó, Grannyvel most leszámolok, mint kis Tokióba. Hol vagy? Gyere ide! Az a nevetés! És miért gurulok 6 évig? Jó, csak egy életem volt igazából, csak egyszer le tudtam stunnolni, és aztán még egyszer elkap, akkor nekem gatya. Viszont meg lehet próbálni még egyszer, és akkor alt endinget kapok, tehát több vége is lenne a játéknak. Oké, ez egy nagyon jó dolog, de hogy vigyem végig a játékot, hogyha nekem fingom sincs, hogy mit kell csinálni? Mert tényleg, úristen, gyere! Én nem tudom, te bugol a game, vagy nem tudom, de semmit nem találtam Granny a lakásodban, egyszerűen nincs itt semmi Granny, semmit nem találok. Nem tudnál nekem segíteni? De mit tetted a bokáddal egyébként? Ez tök jó, hogy itt több véde van meg ilyenek, de itt valami nem stimmel, itt valami nem kóser. Itt valami nem viszi a pálmát, itt valami probléma van. Granny, még egyszer hasba ütlek. Tuti tutututututututá, sose hallottam még így nevetni. Na azért nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha nem sikerül kijutni, azért arra kíváncsi vagyok. Hát mi lenne igazából, bezár az egyik hatalmas nagy ketrecébe a 20 közül, mert a lakásban vagy 20... Szóval egy nyitott ketrec előtt kinevetett, aztán lement pókpózba, és leslaken-slaken-slaken-slaken-stákolt. És ennyi volt a díjent, hát ez nagyszerű. Hát akkor milyen lehet az easy fokozat, hölgyeim és uraim?
Srácok, lehet, hogy én vagyok a béna, lehet, hogy amúgy meg lehetett volna csinálni a játékot, lehet, hogy én nem találtam meg valami itemet, de az biztos, hogy én 6-szor körbejártam az egész lakást, és körbenéztem, és nem találtam semmi itemet. Írd le a komment szekcióba, hogyha szerinted valamit eltévesztettem, vagy valami van ezzel a játékkal, én azért adnék ennek még egy lehetőséget, márha végig lehet vinni egyetlen játékot, mert azért kíváncsi lennék a Granny Eternal Rain-nek a végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, ajánljatok még nekem játékot, vagy hasonlót, vagy olyan grind, amivel még nem játszottam. Várom a leveleket az e-mailemre, úgyhogy találkozunk a következő videóban vagy élőadásban. Addig is, sziasztok!